4 napos lovas versenyen veszünk részt itt a Tatterzában. Korádi Lászlóval az itteni verseny pályaépítőjével beszélgetünk. Mikor kerültél kapcsolatba a lovassporttal és hogyan? Ez érdekes történet, öttusáztam gyerekkoromban, és 13 éves koromban ültem először lovon, ami nem volt egy nagy élmény, sőt inkább szerintem negatív élmény volt, és utána kényszerből, mint öttusázó, muszáj volt elkezdeni lovagolni, ami nagyon nem ment nekem az elején, de utána szorgalmas lettem, mert megtetszett, és így aztán 16 éves koromban kezdtem a digrotással csak foglalkozni, és hát abbahagytam, és akkor utána voltam a Budapest Lovasklubban ifjúsági versenyző. Egy darabig utána pedig itt dolgoztam a Tatterzában, mint belovagló. Sportlovat próbáltunk ki, és akkor így futottam egy kicsi karriert, nem nagyot, de nemzetközi versenyeken is indultam nagydíjban. Ma már nem versenyzed? Hát nem nagyon jellemző, de előfordult még az elmúlt 2 évben, de igazából nem ez a fő profil. Tehát barátaimnak barátságból lovagolok lovakat versenyben, egyet-egyet, de nem igazából, nem mindennapos történet ez. És akkor hogyan lettél pályaépítő? A Hevesi Barna mellett nőttem föl, és nagyon sok versenyt építettünk együtt a Tatterzában, és a segédkezés során nekem ez megtetszett, és nem is gondoltam volna valaha, hogy ebből lesz valami, de úgy tűnt, hogy van egy kis érzékem hozzá. Utána magamra hagytak sokszor, működött, és kaptam egy nagyon-nagyon jó támogatót, Werner Dég személyében, aki minek utána már itthon építettem egy pár versenyt, és találkoztunk így munkában, akkor ő adott egy nagyobb lökést még ebben a dologban, úgyhogy most már ott tartok, hogy nemzetközi karrier próbálok befutni, hát ez egy enyhén szóval túlzás, de nemzetközi 2-es minősítést szereztem tavaly ősszel, ami azt jelenti, hogy egycsillagos CSIO-ig tudok építeni nemzetközi versenyt is, és az első ugye nemzetközi verseny, ami külföldön lesz majd, az most lesz Samorinban július közepén. Tehát ott fogsz először nemzetközi pályát építeni? Nem nemzetközi pályát, hanem inkább külföldön fog először építeni. Itthon építettem már egycsillag CSI-t, Széchenyi nagydíjat, tehát ilyen kisebb nemzetközi versenyeket, de még magyar bajnokságot, amire büszke is vagyok. De külföldön még nem, ez lesz az első alkalom. Talán ez egy új út, meglátjuk. És egy iskolában jártál, ezt ott tanultad ki, vagy csak ezt így megtanultad a versenyeken? Iskola nem volt kimondottan, de mondjuk a Barna mellett dolgozni, és itt a lovaglás mellett, hogy ezt nézve 20-25 éven keresztül azért sokat tapasztaltam. Külön iskola nincsen, inkább vizsgák vannak a nemzetközi szinten a különböző lépcsők között is, ahol nagyon sokat lehet tanulni, illetve már az addig begyakorolt dolgokat még lehet pontosítani, és abból lehet még több tapasztalatot nyerni, illetve hát a rengeteg építés az, ami az embert mindig formálja. Ugye itt 4 napos verseny van, rengeteg versenyszám, az összes pályát te építed? Igen, mindegyiket én tervezem. Grozner Szilárd az asszisztensem, akivel azért közösen dolgozunk, de nagyon mi jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy én szeretek is vele dolgozni, de minden pályát mi tervezünk. Hát ez, ahogy azt mondjam, ez egy azért komolynak tűnő munka, azt hiszem 30 fölötti versenyszám van, némelyiknek van azért átfedés, de próbáljuk mindig azért változtatni, színesíteni a dolgokat. És akkor láttam, hogy itt egy ilyen kis irodászerűségben ülsz egy számítógép előtt, és akkor itt tervezed egymagad a pályákat? Szilárdnak közösen szoktuk megbeszélni általában az új pályáknak a vonalvezetését, beltávolságait, ilyesmit, anyagát, miben legyenek az akadályok, milyen típust hova tegyük. De igen, egy számítógép segítségével, egy program segítségével tervezünk előre egy picit. Tehát az élet mindig átírja ezt, de azért nagyjából már nem készületlenül menjünk oda a következő versenyszámra. A Grand Prix versenyszám volt az imént, ahol elég kevés hibátlan lovagvás volt. Ez annak köszönhető, hogy nehéz pályát építettél, vagy eleve nehéz volt a feladat a lovasoknak és a lovaknak? Ez egy speciális dolog Magyarországon. Szerintem ugye tavaly kezdődött a Grand Prix sorozat, ami 150 cm-es magasságra van kiírva, és én azt gondolom, hogy az, hogy volt 2 hibátlan, ez szuper. Az, hogy volt mellette 4 hibapontos, talán 2 lovas is, remek eredmények. Ideig most építettem 3. Grand Prix-t, nekem most volt először hibátlan lovaglásom. Hogy ez miért van? Én azt gondolom, a 150 cm-es pályák a világban mindenhol azért már a felső kategória a sportban. Én szeretném azt itthon is tükrözni egy picit, amivel külföldön is találkozhatnak a versenyzők. Ez az egyik oldala, ami miatt talán kevés a hibátlan. A másik pedig az, hogy itt nagyon magas pénzdíjról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy azért azt a színvonalat tartani kell, amit az első, második vagy harmadik helyezett itt megnyerhet, és én azt gondolom, aki ma győzött és helyezett volt, mind büszke lehet arra a teljesítményre és arra a pénz, amit meg tudod szerezni ebből. Volt egy különösen nehéz része mondjuk a pályának, amit kitaláltál, hogy az egy mindenképpen nagyon nehéz teljesíteni?
Alapvetőleg, ha belegondolok, nagyon nagy technikai dolgok nem voltak benne, viszont a 3-2-es ugrással, a 12 darab ugrással és a nagybíz utáni kombinációval azért meg tudtam nehezíteni a lovasok dolgát. Hál' Istennek nem nehezítettem, inkább csak feladatot adtam nekik. És igen, a vizes árok még mindig probléma, azt látom. Tehát, hogy itt viszonylag kis vizes árok, de most már úgy néz ki képileg, hogy egy jó dolgot sikerült összehoznunk. De még mindig azt látom, hogy a lovasoknak a nagy százaléka, a lovak nagy százaléka rosszul ugorja a vizet, és ezen változtatni kell valahogy. Ez technikai probléma, én azt gondolom. Nem hiszem, hogy felkészülési lenne. De a 3-2-es ugrás mindenképpen én azt gondolom, hogy egy olyan feladat volt, amit fizikailag és koncentrálásban is oda kellett figyelni. Az utolsó ugrás egy 2-es ugrás volt, egy nagy ugrással a végén, tehát itt azért volt feladat bőven benne, amiért végig kellett koncentrálni lónak, lovasnak. 2014-ben a kiskunhalasi nagydíj 5. helyezettje. Tavaly a Kancot 2 döntő első helyezettje. 3-szor nyert magyar bajnokságot. Anna Reno egy Accorado Capello származású pejherélt nyergében. Szász Attila, mezőhegyesi ménes. Szász Attila egy igazi varázsló a sportban. Ha azt mondom, hogy különböző típusú lovakat lovagol jól ez vagy az a lovas, hát természetesen azzal igazat mondok, de ennek a specialistája Szász Attila. A Vulkánnal nyert 2 magyar bajnokságot. Egyáltalán nem volt könnyen lovagolható ló. Ez az Anna Reno román színekben versenyzett, és ment ott csapatversenyt, és a Balkán bajnokságon például ment nemzetek díja versenyt. Ja, Attila az utánpótlás lovát, Kasucsit eladta, Alexandre Onyischenko vásárolta meg, és egy picit azért figyelmeztette, megszólította a lovat itt a víz előtt, és Szentirmai Ferenc lovagolja Kasucsit, ment vele most például Wiesbadenben. Így most az a lova, amellyel ekkorán tud menni, ez az Anna Reno. 2001-ben született ló, nagy nemzetközi rutinnal, de hát kettejük közül Szász Attilának van a nagyobb nemzetközi rutinja. Ó, megsimogatta a 2-es ugrás mindkét elemét. Egy picit a figyelmeztetés után felgyorsult a ló. Ó, ez lehet az első hibátlan lovaglás. Így lesz, így van,